Sziasztok! Itt vagyunk a Beko látványkonyhában, ez a mi látvány stúdiónk. Mellettem Vidra Péter, ízvarázsló. Jó reggelt kívánunk! Előkészültünk már, parasztreggelit várnak a többiek, de valójában ebben csak a kolbász lesz paraszt, szerintem, meg a szalonna. A többi, az mind nagyon igényes. Petra kedvéért csináltunk babot, ez csilisbab, vagy nem csilis, ilyen hagymásbab. De elhazudjuk, elkamúzzuk azt, hogy ez egy csilis bab. Hadd örüljön a Petra, nagyon szereti a babot, szenvedélyesen rajong érte. Mi van még, Péter? Valami? Kicsit időigényesebb reggeli, most Sanyi életében először beért időben. Lepirítottuk a békönt, ami egy tuti jó kis mangalica, ezt az angoloktól nem a ő békönk, egy jó zsíros mangalica. Annak a zsírján lepirítottuk a barna csiperkét, paradicsomokat, kis vajon lepároltuk, ledinszteltünk lilahagymát, arra ment rá a paradicsomos bab, lesütöttük a, szintén a szalonna zsírján, nem az angol kolbász, hanem egy szuper, remek debrecenit, és emellé bedobunk tükörtojást, amit hogy szép legyen, bedobunk két formát is, hogy ne folyjon szét, ettől és Sanyi meg beleütjük a tojásokat. Kukkával maradék. Ilyen kuka az én konyhámban is kéne. Remek. És hogy áll a konyhátokon? Látom múlt héten itt voltál benne a páratokkal. És igen, hát még sehogy. A tanácsadója. Igen, még sehogy, még komoly tanácsukra van szükség, mert ugye nem tudjuk, hogy mit hova tegyünk olyan szinten, hogy ne járjunk úgy, mint a legutóbb, hogy a feleségem bedugta a vízforralót, közben valamit főzött, és a kábel odalógott és elégette a vízforraló kábeljét. Kicsit visszamelegítünk, ha ezt tudjuk is ennyiben. Hozzáteszem egyébként, itt jegyezném meg, hogy például a mangalica, csak úgy érdekességként mondom, sokan azt gondolják, hogy egy disznó egészségtelen. A mangalicáról ez nem elmondható, hiszen a mangalicának a zsírja az telítetlen zsírsavakat tartalmaz. Ez nem azért van, mert én fölkészültem, azért mert baromi okos vagyok, és ezt pontosan tudom. Tehát, hogyha mangalicát zabbantasz, egészséges maradsz, és nagyon finom, és nagyon jó. Nem tudja a világ. De a világ azt sem tudja. Japánok tudják sajnos. Igen, a japánok tudják, de a japánok egyébként a legközelebb állnak hozzánk magyarokhoz genetikailag, ezt kimutatták, nem angol tudósok. Na most hozzáteszem, a világ nem tudja azt, hogy a mangalica ennyire egészséges, de amíg megtudja, hát addig eltelik egy jó idő, a világ azt sem tudja, hogy a magyar nyelv mennyire szép és mennyire választékos, ahogy én próbálom használni. Ezt nem nagyon vesz észre sokszor Petra, de majd ez is idővel eljön. A lényeg az, hogy amíg elhiszik, hogy a magyar világnyelv, addig szépen mi is tanuljunk meg angolul. Ezt már tanulják meg ők tőlünk, hogy a mangalica az bizony nagyon zsírkaja. De te zsírégetésben jó vagy, gondolom, a sportai múltadónkkor mérlegelés előtt égetni kellett, azért ment ez neked. Igen, de hozzátesszük azért azt, hogy ez a rész már elmúlt az életemből, és nem ez az, ami hiányzik. Tehát hozzáteszem, hogy nem ez az, amiért én nem akarok már sportolni. Már versenyszerűen mondom. Hú, ez a gomba is de jól néz ki. Paradicsom is. És nézzétek meg, a paradicsomon rajta hagyjuk ezeket a kis szárakat, azért, mert itt sokkal autentikusabb, sokkal szebb. Kis kontrasztot visz bele a zöld, szebben lehet állani, az is fontos az ételnek, nem csak tápanyag, de szerintem élvezeti értékés kell, hogy legyen. Ha szépen néz ki a tányéron, már félig jól laktál és megetted. Maximálisan így gondolom. Jó kis roskenyerrel készülünk hozzá, hogy mennyire baj egyébként, hogyha összerágom, ez csak rost, már a szárat. Próba, kipróbálj. De nem tudom, ugye? Nem. Én meg nem van, hogy megeszem, tehát nekem nem jelent problémát, de hát ez ízlések és pofonok. Hát van, fogunk, elrágjuk. Ennyi. Nagyjából megvan. Sót szoktam én hinteni így. Igen, csak lent hagytuk a stúdióba a tegnap szerintem, mikor levittük. Ez jutott eszembe, és itt nem tudom, hogy hol van. Még egy nagyon fontos van, megkínálok téged is egy rambórágóval, ez nagyon fontos. Be kell tennünk a szánkba. Nagyon meg nem tudjuk a főzést előhozni. És csak, így van, jó vagyunk. Rambogás. Nem ettünk, mi van a fogunk ezt, remélem nem a vacsora. Ez csak a menőzésből csináljuk most, ez csak szimplán menősködés. Lent rásózunk a stúdióba a tükörtés, a többinek szerintem nem is hoztam, mert a békömből kiváló lesz. Bőven lehet hozzá sok. Szerintem meg is vagyunk, lekapcsolom, kidobjuk egy tányérra, tálaljuk szépen. Én is úgy értékelem, hogy ez jó. Jó narancsléve szerintem remek lesz, főzhetünk volna egy jó angolos teát. De hát késő bánat ez gondolat, ugye? Mindegy, erre nem, most nem gondoltam, most te gondoltál rá. Ezt mire fogod használni majd újhagyma mániás vagyok, az a megszólni kis újhagyma zöld. Nem ügyfélszolgálat kompatibilis, tehát aki ügyfélszolgálaton dolgozik, az ne egyen reggelire, szerintem újhagymát.
De szerintem remek dolog. De egyáltalán. Gyerekek, a zsebünkben mindig tartsunk egy kis hagymát, mert ha mi hagymát teszünk, akkor a velünk dolgozóknak egy kis girikét benyomunk a szájába, és onnantól kezdve őt nem zavarja. Igaz, hogy Gyula, aki nem szeretik. Hú, de jól néz ki. Ez mindig hozzáig ehhez a formához? Hát, nem kentük meg egy kis olajjal előtte, de... Gyerekek, írjatok a videó alá, lájkoljátok, küldjétek el a slagerfm.hu-ra, mert pénteken kisorsoljuk, hogy ki lesz a legügyesebb. Nagyon fontos, mert lehet nyerni. Jó? Nagyon szeretném, ha többen lájkolnátok ezt a videót, mint amennyien a Petráért lájkoltatok. Ezért megmutatom az egyik mellemet is. Csak azért csinálom, hát ha ez majd dobja a hangulatot, és akkor megmutatom még egyszer. Sajt, a nagyon mellemérve vagy. Okay. Parasztrágy, mi ez volt valami indító is? Vagy? Nem, de ha lett volna kézed, mi lenne? Na sziasztok! Lájkoljátok, írjatok!